pályán, tehát Csaplán Tibor, felkészül Gyerekszél János, Ürei Zoltán, Orbán Csaba, Csaplán Zolyos, Orszeg Zoltán, Sportasi István. A pályán Csaplán Tibor. Acélban Csaplár Tibor, aki az első fordulóhoz képest hibátlanul, és alapidőn belül 142,96 másodperc alatt hajtotta a pályát. Gratulálunk Csaplár Tibornak! A te akaratod legyen meg, atyám! Jelentsél Jánost! Égi rendeltetés beteljesedik. Ezt vállaltuk egykoron. És nekünk mond majd köszönetet. Ez a kor. A szeretet magnéta vagyunk. Szívünkből a szer etet, a szer elem sugárzik. Vigyük szerte ezt az országban, a nagyvilágban. Legyen meg az égiek akarata, történjen meg a világra szóló csoda, hol menny és föld összeér. Szent korona ereje rángorul. Turulmodár szárnya kitárul. Nagy boldogasszonyunk magához szólítja gyermekeit. Innen szórja tovább szent sokarait. Köszönöm, hogy itt lehetek.
s a szerent koronával szívben egyesülhet. Acélban Jelencsér János, ideje 152,28 század másodperc, hiszen volt kettő belülhibája a versenyzőnek, amiért a tíva pontot kapott. Az időkúzítésen és az előhibájték összesen 7,64 század tíva pontot kapott. Drága testvérek, 2013 múgy jelszava lélekegyesítés a nemzet által. Akkor tudjuk a Teremtőisten akaratának ezt a végső lépését végrehajtani, hogyha egyensúlyba kerülünk. Az első legfontosabb, hogy az égi koronának földi másolata helyreálljon, hiszen a Szent Koronánk ő felsége az egy égi, földi megjelenése. Ezt a magyar Szent Koronát meggyalázták. Ennek a gyalázatnak a nyomai még rajta vannak, de csak a földi Szent Koronán az égi sértetlen. Most ennek a mai szernek az igazi üzenete az, hogy elkészült egy másodlat, ahol helyreállt az égi rend, itt a földön is. Egyensúlyba került a tűz és a víz, egyensúlyba került a földi erő akarata, keménysége és a víz is. Kedves magyar testvérek, úton vagyunk, amelynek a végső állomása és célja egyesülni a Teremtő Úristen tiszta szent lelkében. A magyar Szent Korona jelenlévő másodlata ezt az egységet itt a földön megteremtette. Tárjátok ki a szíveteket, hogy készen legyünk arra, hogy az égi üzenetet meghalljuk. Nem hang kérdése, nem hangerő kérdése, hiszen ennek odabentről kell jönni. Mindenkinek magának kell megfogalmazni ezeket a gondolatokat, mindenkinek magában kell eldönteni, hogy a fény munkássa és a Teremtő Isten szolgája legyen. Köszönjük, Teremtő Istenünk, hogy itt van az égi Szent Korona helyreállított földi másodlata. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket! Orvosházi Ferenc vagyok, és nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy a Szent Koronát országos körútjára kísérjem. Nem másodlatként tekintek rá, hanem úgy, hogy ő hordozza az égi üzenetet, tehát kapocs, föld és ég között. Egy kisvárosban a korona elé járult egy idős asszony, egyenes gerinccel, tiszta, de szegényes öltözetben. Szemében látszott a kor, látszott az élet fájdalma, amely megviselte, de a lelkét megtörni nem tudta. Így szólt a koronához. Teremtő atyám, joggal tette, mert ő tudta, hogy mit lát. Azt kérem tőled, így folytatta, add meg, hogy a magyar nemzet egyetlen egy tagjának se kelljen télen fáznia otthonában. Add meg, hogy a kutyaboltba vásárolt csirkeláb helyett jusson más is a tába. Add meg,
Uram, hogy gyermekeink békében, barátságban, szeretetben nőhessenek fel. Add meg, Uram, hogy ne kelljen a magyar nép egyetlen tagjának se cserétként idegen országban szolgálnia. Add meg, Uram, az öregeinknek a tisztességet. Add meg, Uram, hogy ne kelljen nekik érezniük. Add meg, Uram, hogy az igaz történelmet tanulhassák gyermekeink. Add meg, Uram, ne kelljen senkinek nélkülözni. Add meg, Uram, hogy egymásra találjon a nemzet. Add meg, Uram, hogy a béke megteremthetessen. Majd így folytatta. Az én időm lejárt. Nem kívánok magamnak kegyelet, sőt semmit. De mindent a nemzetemnek. Mindent azért, hogy a népek Krisztusa, a magyar, túlélje a következő évszázadokat és évezredeket. Kívánom azt, újfent csak nem magamnak tette hozzá, hogy a devizahiteles megfoghassa a földjét féltő paraszt kezét, ő a trolibibusz vezetőjét, ő a rendőrét, ő a tanárát, annak diákját, a főorvos kezét, ő a betegéért, és ne azt nézze végre, milyen színű a póló rajta, vagy a szeme színe, vagy milyen zászló alá gyülekezett. A Szent Korona a magyar egység jelképe és a megmaradásának záloga. Azt kérte, Uram, add meg nekem utolsó kívánságként, hogy a magyar nép végre egymás keblére boruljon. Ő egy volt, aki mindenkiért tett. Tette, amit tett. Kérdezlek én benneteket. Másért, ezért az ismeretlen, munkában megőszült és megfáradt néniért hajlandók vagytok-e tenni? Igen? Igen! Igen! Hajlandók vagyunk-e túllépni ezen a korszakon közös erőből? Igen? Igen! Igen. Hatalom nem alkotmányozhat. Ha mégis megteszi, ki kell mondanunk, hogy nekünk az nem tetszik. Volt? Elég! Magyarország nem eladó! Elég volt, még egyszer megkérdezem! Elég! Harmadjára is! Elég volt ebből? Elég volt! Ez ettől a pillanattól kezdve egy új jogi helyzetet teremtett. Ettől a pillanattól az alaptörvény érvényét vesztette. Ettől a pillanattól kezdve az 1989. október 23-án érvényes alkotmány, ami jogszerű. Az pedig kimondja, hogy alkotmányozni csak és kizárólag népszavazás által lehet. Azt gondolom, hogy a sportszerűség azt kívánja, hogy felvállaljuk ennek a népszavazásnak a lehetőségét a következő feltételekkel. Az országgyűlés szeptember 9-i őszi első napján hozzon az országgyűlés egy olyan döntést, melyel lehetővé teszi, hogy ezt a népszavazást kiírják. Olyan feltétellel, ugyanezen rendülettel átadják a nemzeti oldal irányítása alá a Magyar Egyes Televíziót, a Duna Televíziót és a Kossuth Rádiót. Megteremte minden földi feltételét, ami az üzemeltetéssel jár. Annyiben ezt nem teszi. Ebben az esetben az 1989-es alkotmányt sem ismerjük el, mert az 1947-es történelmi bizonyítékkal alátámasztott csalásokon alapul. Törvénytelenség pedig jogot nem alapít. Ha az sincs,
akkor ettől a pillanattól kezdve automatikusan ott találjuk magunkat, amit úgy hívnak, hogy Magyar Királyság, és 1944. március 19-én a német bevonulással szakadt meg. Két választásunk van, mind a kettő oda vezet, ahova akarjuk. A Szent Korona országába, vagy azért, mert kiírják a népszavazást, és eldönthetjük, hogy egy igazságos, tisztességes, becsületes, igaz szóra alapuló emberi társadalomban hajtunk élni, vagy abban a pártokráciában, ami elárulta hazánkat, ellopták földjeinket, és földön futóvá tette a nemzetet. Ez lehet ennek a népszavazásnak a kettős kérdése. Ha ezt nem vállalják fel, akkor is oda jutunk, ahova akarunk. Vállaljuk-e, hogy szeptember 9-én az első országgyűlés napjára az egész országra vonatkozó munka beszüntetést hirdetünk. Félpályás ultrazárásokkal délig, amikor is várjuk, hogy kihirdessék a népszavazásra vonatkozó döntésüket. Amennyiben ez elmarad, vegyük blokád alá az egész országot, békés eszközökkel kényszeríthessük ki azt, amire esetleg maguktól nem hajlandók. Vállaljuk-e, hogy innentől kezdve nem táptáljuk a pénzhatalmát, és kivesszük, ha még van, azt a pár forintot a bankból, és semmilyen formában nem teszünk oda vissza. Sem adó, sem kötelesség, sem semmi. Ez törvényes, mert a pénz a tiéd, ha még van. Vedd ki, vegyél már rajta magyar parasztoli élelmemet, és csináljuk ezúttal végig. Vállaljátok-e, igen? Igen! Terjesztitek ezt minden erőtökkel, amit elhangzott, igen? Igen! Magyarok, én meghajtom fejem előttetek. A Teremtő arra kér benneteket, hajtsatok előtte térdet és fejet, most. Kérjétek azt tőle, vegye le végre a népek Krisztusát a keresztről. Megtettük, amit vállaltunk. Megszenvedtünk minden nép bűnéért. Most itt az idő a nemzetünk felemelkedéséért. Áldottak legyetek, álljatok fel, kérlek benneteket. Fogjuk meg egymás kezét. Fogjuk meg egymás kezét, és ezoltal fohászkodjunk ahhoz, akinek létért egyáltalán a személyét hosszú évszázadokon, évezeteken keresztül megtagadták tőlünk. Ez az anyai, a női minőség. Gondoljunk hálával azokra az asszonyokra, akik nehéz körülmények között is embert szültek e világra. Adjunk nekik hálát, és emeljük őket fel magasra. Higgyétek el, férfiak, felhúznak maguk mellé. Hiszem és tudom, a világban azon nyomban kitörne a világbéke, ezt a világot az asszonyok, lányok irányítanák. Nem született meg az az anya ezen a földön, aki testének vérrel kínok közt verejtékekkel megszülő darabját idegen földre küldeni, hogy másik anya gyermekét elveszejtse. Ez nagy boldog asszony anyánk üzenete. Ha véletlen magától emelkednek kezetek, ne fogjátok vissza. A nemzet fohászát éneklem el, és érezzétek át, mi az, amit kérünk nagy boldog asszony anyánktól. Nagy boldog asszonyunk, ég édesanyánk, alázat.
kérünk, mosolyog le ránk, vesd népedre őrző, vigyázó szemeid, szükségünk van reád, tudták ezt eleink. Segíts nékünk, anyánk, hulljon le a rablánc, s Kárpát haza népe, hálát ad te néked. Áldás vagy te nékünk, szeretünk mi téged, testünk, lelkünk, szellemünk, felajánljuk néked. Testünk, lelkünk, szellemünk, felajánljuk néked. Idegenek szabták ránk a sötétség imáját, ezer éve húzzuk már a rabszolgák igáját. Bízván bízunk benne, megértük a napját, s drága kezed lefejté a gonoszság járomát. Segíts nékünk, anyánk, hulljon le a rablánc, s Kárpát haza népe, hálát ad te néked. Áldás vagy te nékünk, szeretünk mi téged, testünk, lelkünk, szellemünk, felajánljuk néked. Testünk, lelkünk, szellemünk, felajánljuk néked. Támaszd meg hitünket, ne adjon el többé, adj erőt lelkünknek, most és mindörökké. Ragyogó utadon magasokká legyünk, szerető szívedben mind egybe gyűjjünk. Segíts nékünk, anyánk, hulljon le a rablánc, s Kárpát haza népe, hálát ad te néked. Áldás vagy te nékünk, szeretünk mi téged, testünk, lelkünk, szellemünk, felajánljuk néked. Testünk, lelkünk, szellemünk, felajánljuk néked. Áldás kísérre léteinket, és ne feledjétek! Ha ennyi a magyar nemzet, amennyi ilyen itt vagyunk, akkor ennyien vagyunk. A döntésünk, amit itt meghoztunk, megfelelőzhetetlen, mert a Teremtő akaratából és színe előtt tettük, amit tettünk. Áldás kísérje léteiteket! Áldás neked is!